és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek. És a teremtelen. Egy hagyományőrző tábornak lassan a végén tartunk. Bepillantást nyerhetünk őseink szokásába, és akik még megérték a kitelepítést, elmesélték nekünk, elmondták nekünk, hogy hogy és mint érték meg azt, hogy vándorolni kellett, és megérezhettük azt, hogy itt, Tolna megyében otthonra találtak. És most arra is gondolunk, amire őseink is gondoltak, hogy a mi hazánk a mennyben van. Föltekintünk most az égre, és kérjük a jó Istent, hogy segítsen nekünk feldolgozni a múlt eseményeit, abban meglátni a szépséget, és mindazt, amit át kell hagyományoznunk. Valamint kérjük a jó Istent, hogy adjon nekünk erőt, hogy el ne feledkezzünk mindazokról, akik ott maradtak. És ezért a Szent Misét mind az élőkért, mind az elhunytakért ajánlunk föl. Élőkért azért, hogy megmaradjon bennünk mindig a vágyakozás arra, hogy mik is vagyunk, és ezt meg tudjuk élni. És imádkozzunk elünk szeretteinkért is, akik már a béke álmát alusszák, hogy a jó Isten adja meg nekik, nyissa meg számukra az örök élet kapuját, adja meg nekik az örök élet örömét, hogy örülhessenek velünk együtt, de már úgy, hogy közben járnak értünk. Most, hogy a Szentmisét méltóképpen be tudja mutatni, és hogy méltóképpen részt tudjunk venni, tekintsünk magunkba, vizsgálják meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. És igazságosság pedig minden választófalat ledöntve erősödjék meg az emberek közösségében, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentléleken egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen.
Olvasmány Mózes első könyvéből. József hívására Jákob el is indult minden évvel, amilyen volt. Amikor Bersabéba ért, áldozatot mutatott be Istennek, az ő atya Izsák istenének. Akkor Isten éjjeli látomásban szólott hozzá, és ezt mondta: Jákob, Jákob. Ő azt felelte rá: itt vagyok. Erre Isten azt mondta neki: én vagyok az Isten atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott majd nagy népét teszlek. Én is veled megyek Egyiptomba, és én magam hozlak vissza. Szemedet pedig József fogja lezárni. Miután elindult Jákob Bersábéból, Izrael fiai föltették atyukat, Jákobot, a kicsinyeket meg feleségeiket azokra a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött nekik az útra. Magukkal vitték jószágaikat és egész vagyonukat, amelyet Kánaán földjén szereztek. Így költözött át Egyiptomba Jákob és egész nemzetsége, mert fiait és leányait, fiú és leányunokáit, vagyis minden utódát magával vitte. Majd Júdát előre küldte Józsefhez, hogy érítse, értesítse őt, és József jöjjön eléje Gesszenbe. Mihelyt megérkeztek Gesszen földjére, József befogatott a kocsijába, és fölment Gesszenbe atya elé. Amikor József meglátta atyát, nyakába vonult, és sokáig sírt. Jákob akkor azt mondta Józsefnek: most már nyugodtan halok meg, mert láttam arcodat, és életben találtalak. Ez az Isten igéje. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazak üdvössége. Te vagy, Urunk Istenünk, az igazak üdvössége. Ismeri az Úr az ártatlanok sorsát, örökségül megmarad. Abban az időben Jézus így tanította apostolait:
íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi. Hálló Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, gyerekek, nyugodtan üljetek le, igazi beszélünk. Egy pár szó. Ha nézzük az emberi történelmet, a történelem fölött emberi akaratok győzedelmeskednek, aki hatalmon van, az megpróbálja elgondolásait, terveit végrehajtani, függetlenül attól, hogy nehézkes-e akkor azt a döntést meghozni, illetve végig szenvedni, végig küzdeni, vagy öröm. Ez csak akkor látszik, amikor visszatekintünk a múltba, hogy az a döntés az helyes volt, vagy helytelen, jó vagy rossz, nehézséggel járt-e vagy sem. Mert hogyha nagyon jól tudjátok ti is, nem a saját magunk akaratát teljesítsük, az mindig nehézkes. Csak lehet abból jó is, de lehet abból rossz is. Ha most körbenézünk, akkor úgy jól érezhetjük magunkat, és ez annak is köszönhető, hogy őseink meglépték azt a döntést, hogy engedelmeskedtek és idejöttek. De mindig visszaemlékeztek, visszanéztek, visszagondoltak arra a világra, amiből jöttek, és azért szomorúság töltött el a szívüket, és éppen azért, mert sok mindent ott kellett hagyni, sok mindent el kellett hagyni. Ha végignézünk így a kis templomon is, lehet látni, hogy őseink milyen sok értékkel bírtak, és milyen sok szépet tudtak maguk köré teremteni. Ilyen a templom is, így épült fel az a kis házikó, amelyben éltek őseink, és ennek örülünk. És most is egy apróbb lépéssel előrébb vagyunk, mert látjátok a gyertya körül azt az öt, hát nevezzük kaspót, amiben föld van. Azokból a falvakból jöttek ezek a földek, amelyekben, vagy amelyeknek életteret adtak, vagy életteret adott az ősöknek. De nem csak életteret adott, hanem nyughelyet is, és majd a szentmise után elhelyezzük ezeket a kis kaspókat a keresztek elé, amelyek jelképezik az ottani temetőket, amelyek befogadták őseinknek a testét. Imádkozunk értük, hogy a Jóisten adjon számukra békét abban a földben, ne háborgassák őket. És kérjük azt is, hogy a Jóisten adjon nekik az örök országban lakóhelyet,
mert nem csak a szokásaikkal dicsekedhettek az őseink, hanem azzal, hogy volt nekik egy Istenük, aki mindenhez erőt adott. Nem tudtak volna ezen a sok viszontagságon végigmenni, és sok-sok örömet is ajándékozni nekünk, hogyha nem lett volna, vagy nincsen hitük. Ez a hit tud áthidalni sok mindent. Ez a hit tud hidat teremteni ember és ember között, és a két emberi kapcsolatba be tudja csempészni a szeretetet, amely segíti, hogy a másikat elfogadja, és a másikra úgy tekintsen, mint fele barát. Most a szentmisében kérjük a Jóistent, hogy bennünket is erősítsen meg azzal a hittel, amely közösségi tud formálni bennünket, amely tanítja, hogy áldozatot is tudunk hozni egymásért. És most, mielőtt a felajánlást elkezdeném, megáldom a földeket. Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiadnak, amelyünk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Kérünk, áld meg ezt a földet, a te bőkezűségedből nyert ajándékot, és tölts el szívünket szent lelked örömével, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. És most folytassuk a szentmisét az egyetemes könyörgések imádkozásával. Álljunk föl. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből a mi Úrunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Itt egybegyűlt és az egész világ elterjedt egyházért kérjük, Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, az egyházirend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük, Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük, Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedetei gyakorolják, kérjük, Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Elhunyt szeretteinkért, akikért a keresztpán Krisztus Urunk szentvérét ontotta, kérjük. Kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, mikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hálítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgő kiáltásunkat, és fogadd el egyházad áldozati adományát. Tölts el minden embert az Isten gyermekség lelkével, hogy az egyenlőtlenségeken legyen úrrá szeretet, és a népek egyetlen családá váljanak a te békében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Emeljük föl szívünket. Az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy neked szentséges Atyánk hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöknek bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlanul szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, szent fiad, Jézus Krisztus, a mi Úrunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek háladó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk. Kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként te magad is szent vagy. Kérünk, tekints itt egybegyűlt népedre, árasz ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek szeretett fiadnak Jézus Krisztusban, akiben mi is fiaink vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét otthon önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva barátainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szent Lélek erejével egy testbe gyűljenek, melyben minden megoszlás megszűnik. Tartsd meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével és apostolaiddal, valamint elhűnt szeretteinkkel, testvéreinkkel, akiket te irgalmatba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztus hálaadásával együtt alázatos megvallással mondjuk. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi a kell? Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötték. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
Istenünk, erőt nyertünk abból az egy közös kenyérből, amelyel az emberiség családját szüntelenül táplálod. Kérünk, hogy az egység szentségében részesedve önzetlen és hatékony szeretetet meríthessünk a fejlődésben lévő népek megsegítésére, és így a szeretet szellemében váltsuk valóra az igazságosság művét, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És az ellenkezőjével. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szentmise véget ért, menjetek békével. Istenem.